Szevasztok, mangókák! Itt vagyunk éppen Tatabányán, ezekkel a kedves gyerekekkel, és ez itt mögöttünk már a színpad, túl vagyunk a beálláson, meg is mutatjuk nektek a stage-et. Itt fog fellépni a Mangó Rise, aztán meg a Kowalski, meg a Vega, itt vannak a főhősök a képen. Nagyon kellemes kis sessionben vagyunk, sose voltunk ennyire időben, nagyjából azt tudnám mondani. Mennyire vagyunk időben, Laci? Nagyon sok időnk van még. 10 perc múlva kezdődik a beállás, de már megcsináltuk. Itt van velünk János, a Kános. Szervusztok, sziasztok! Hát itt vagyunk a tatabányai nagyon frankó kis helyen. Hatalmas buli válható ma fél hattól? Fél hattól, és utána pedig... Horgászás! Én a Kowalski meg a Vegán akarok maradni. És már itt hagyjuk a Kowalski meg a Vegán, de a színpadon megkértük, hogy már kössön meg nekünk egy pár horgot. János, mire számítasz a horgászattól? Mit várunk? Óriási elájulást. Hát igen, tartsatok velünk, király lesz a móka, és hát mutatjuk. Szevasztok! Már jövünk is a backstage-be. Mit akartok? Szendvicset akarunk. Mikor akarjátok? Most! Kedves gyerekek! Hello! Hello! Megérkeztünk! Bemutatjuk a BIMS csapatát! Sziasztok! Szevasztok! Na, kedves gyerekek, most látható először itt a merch sátor, mint ilyen, nyit a butik. Jó, hát tudjátok, hogy mostantól velünk lesz a merch sátor is, úgyhogy mindig megtaláljátok majd a srácokat, és vásárolhattok mindenféle merch cuccokat, illetve ide jövünk majd kihozzátok fotózkodni és dumálgatni. Itt van a sátor oldalán egy nagy fotófal, megy majd egy kis speech, egy mikrofonnal adogatunk nektek cuccokat. Hogy lehet a fülest kisorsolni, Pista, azt mondd el? Szeretnék! Jó, van 500 forint, gyere ide! Azonnal megkapja a fülest. Nagyon szar, de... Annyira rossz, hogy nagyon rossz. Idő, hogy megér. Olyan rossz, hogy már jó. Szevasztok, mangókák! Ezek itt a koncert előtti utolsó pillanatok. Nem sokára fönn vagyunk a stage-en, és egy jó kis Mangó Rise koncertet nyomunk. Cső! Yeah! Ez nem ez a legnagyobb talán, szívem a számozás.
mellette van a piros gomb. Tehát ha bármi probléma van, innen indítjuk. Szevasztok! Itt vagyunk a merchátorban, így néz ki a merchátor, amikor már működik. Szevasztok! Szevasztok! Jó, hogy itt vagytok! Én is meglepődtem, hogy milyen jól működik ez. Itt vagyunk a merchátorban most először, mondanám itt a vlog nézőknek. Üdvözöljétek a vlog nézőket, ott vannak! Yeah, és itt írjuk alá az első pólót. A fekete pólókat, fekete filccel tudjuk aláírni egyelőre, az a hírben. Most szóltak rá a fülemre. Tatabánya térség és hírmagazin, köszönjük, hogy itt lehetünk veletek. Multi Rudi a szágumú riporter, itt vagyunk színekkel. Szintén éneklős a feladat, jól tudom, Martin, mi a pontos feladat? Pontos feladat az az, hogy két dalt kell elénekelni Ákossal együtt, és úgy, hogy folytatjuk el a számot. A refrén. De Ákos elkezdi. Jó, hát itt azt mondta a hölgy, hogy vállalja, úgyhogy akkor sorakozó, akkor gyere, légy szíves. De most már jönnöd kell. Ilyen nincs. Nem utogassatok. Nem. Bemondta, jönnie kell. Egymásra mutogattok, hát nagyon olcsó. Gyere már! Hát ezt bemondod, hogy jössz, azt nem jössz. Milyen bevállalós ember az ilyen? Hogy hívnak? Moncsi. Moncsi, üdvözöljük Moncsit egy ilyen közepes tapsal. Fél kamuba idejött, bevállalta, nem vállalta. Jó, és akkor az, de szerintem egyszer bonyolítsuk azzal, hogy nem én éneklek, hanem az István. István, van kedved? Mert hogy te bevál, akkor indíts dalokkal, és akkor ő folytatja, kettőt kell. Ákos dal? Hát Ákos. Mármint, én állom. Nem az az Ákos. Egy másik. Szóval tőlünk valamit indíts meg, és akkor ő folytatni fogja. Átadnám a mikrofont ehhez a 17 ájkoszhoz, tessék. A testeddel mutasd, ha van benned még. Nem kell fel a nap, amíg nem mosolyogsz. Amíg nem lesz az emlék, gyönyörű szép. A testeddel mutasd, hogy van benned még. Mutatom. Azt hiszem, hogy ez egy. Ez egy, és kettő kell neki. Amikor a hangot hallom, szevasz. A szívem haza ér. Ha távol vagy, mindenem adnám. Egy szabad ér. Felolvad a jég, ha látlak, nem tévedek el. Ha velem vagy, tud, nincs, mit megnélhetek el. Nagy tapsot! Találkozhatok velünk a Muzsika TV-ben. Vasárnap, élben! Nézzétek meg, hogy a Moncsi hogy megnyerte ezt a fejhallgatót, Moncsi! Köszi szépen! Szügyi, töltsétek fel, hallgassátok rajta a Vangor Heist. Szevasztok! Na látjátok, így lehet fejhallgatót nyerni. Óriási király. Yes! Gyerekek, megkezdődött a tetvelés, hülyéskedés. Hova megyünk, Lackó? Tópartra! Tó! Mi van ebben? Rakjuk meg a horgászatot, nem? Jaj, de szép, jaj, de kellemetlen. Jaj, de jó, jaj, de fúj. De kár, hogy nem autópályázunk haza, mint az összes többi zenekar, de utána... Hát akkor... Találkozzunk. Ugye meg olyan 10 másodperc alatt. Volt egy ilyen izgalmunk, hogy nincs pálinkás pohár az érkezés utáni 7. másodpercben, de van. Kuti Bence, Johnny's, Just Saying, több pálinkánk is van. Hányféle pálinkát tudunk most megkóstolni itt Bence ebből a nagy bentületből? Áfonya megy. Vasfonya szőlő. Igen, B-fonyát szeretném. Sárga nincs barat. Nincs B-fonya, csak áfonya van. Jézusen megy. Cigány! Akkor a cigány megy lesz. Ez valószínűleg cigány megy, és nézzétek meg a poharakat. Ciliai vérszőlő. Nem áll, gyerekek. Én egy sárga barackkal kezdtem. És egy eper szőlő. Nagyon maradi, ha sárga. Isten.
Ettől láttatok már ilyen rosszat. Traktoros lányok csizmájából akarom meginni a... Ne önts bele a propellerbe, arany testvérem, hanem csattíts bele, hogy padapod kis tüntek a pálinkáját, töltötte. Sok szép dolgot láttam már az életemben, de hát... Bence, vendéglátós vagy, de magadnak tudom, melyik lesz a tiéd. De csaló, töltsél csak magadnak. Az a tiéd, Lackó, amiben beletöltött még. Töltsél! Please be select a play the dub version. Horgáztatás. Szevasztok, gyerekek. Egészségünkre. Bombok lát. Dájó. Yes, yes, uborka. Lesz ettől bajunk komolyabban. A horgászat folytatódik. Zsási. Rossz, Latyó? Már most rossz? Nagyon rossz. Érzitek, mennyire rossz? Lesz még rosszabb. Kapcsolnám az Istvánnak azt a felvételét, amikor itt a 69-es faháznak a WC-jébe énekli azt, hogy pont te is kijön a házban! Kozmix a házban! Mondd el te is, ki van a házban? Kozmix a házban? Tiéd az élet, tiéd a tánc, örökké tartó, vagyó ránc. Múlnak az évek, s marad egy tánc, örökké tartó, vagyó ránc. Alig tudtunk elindulni, hozzátenném a parkolóból, még egy pálinkát le kellett vernünk. A vad megy, az most is égeti a Lackónak a járatait. Srácok, gyertek ki még egy pálinkája. Még egy pálinka kezdődik. István, eközben már csak így mutatnám tényleg csak a nézők kedvéért, hogy már most... Csontkészen. Rakja le a horgász bottartókat, és vinnyog. Tehát ő most van otthon, egy természetes élőhelyet, tehát ennél nincs fejjebb. Jelentkezzünk már be TikTok live, félreverem a rangot. TikTok live olás. Kuti Bence, mi ez? Ez egy csontira épített pálinka torony, István. Hát hol vagy meg én? Hát hol vagyunk? Szerintem a torony építője így a fölsőt, mit szóltok? És mi meg minden oldalról belenyúlunk. Kapjuk a szívecskét meg a rózsát. Lépet küldjetek, ne szívet. Májat küldjetek. Már most tudom, hogy nagyon erős versenyzőkkel kell megküzdenem a leghangosabb a horkoló díjáért. Azt mondanám, hogy tekintélyes csonti koszorút kínál fel. Tehát nem az van, hogy csak így össze-vissza. Csonti kupac. Hanem, hogy ez egy csonti kupac, ez nem csonti kukac. Csonti kupac. 4/158. Az már a bírósági ügy, ami lesz belőle. Most megmutatjuk nektek, hogy készül a pálinka torony. Ehhez kell egy etetős vödör. Kuti B, odafele Kuti Bence, visszafele Buti Kence. Bele fog folyni? Gyerekek, nézzétek meg, hogy ez hogy... Úristen! És a csontik is kaptak egy kellemes adag SB-t. Csontik hatolt a pálinka. Csontik hatolt a pálinka, most ezt azt láthatjátok itt életben. A testmeleg nyelveddel le kellene lefetyelni a tetejéről egy ilyen... Jó, ez egy horgász férfi kérem, hát hogy megcsinálta? Folyadékból sosem elég, mondja Henrietta az örök érvényű igazságot, mindeközben Kuti Bence azon kínai gyártmányú fejlámpájával csillogó, villogó, nyilván fényáradatba borítja a pálinka tornyot, hát akkor ne szórakozzatok, hanem akkor vegyétek. Kedves gyerekek, hát hadd ígyünk veletek egy, de jó ez, hogy mi kecső. Így adta ki a fizika. Új, de egy alatt, most... Dicsak. A jó Isten áldjon meg titeket. Nagyon-nagyon jó. Azt figyeljétek. Csináljátok azt, hogy egyik kezetekben van egy fretsecse.
ott van a Fretsetse, de Sister Fretsetse, és akkor úgy néz ki, hogy van akkor pálinka része a dolognak, a csontik azok annyit mondanak, hogy ölj meg! Wow, baby! Nagyon cukik vagytok, ahogy így pálinkáztok itt velünk. Bence, ugorj be, ez az a része, ahol be kell ugranod. Na nézzétek meg, hogy ez szép. A rendes méretű. Damn, motherfuckers! Amúgy fogtatok? De beteg állatság, egy igazi. Nagyon jó. Ez egy igazi hal. Meg ez egy igazi hal. Ez egy amúr. Kapás van. Kapás van. Gyerünk. A horgászat folytatódik. Hol van a kis pacod? Le pacod! Hol van a pacod? Hol van a kis pacod? István, hajnalban olyan volt, mintha szűzlányok budoznák a testedet. Így nyögdécseltél álmodni, nagyon cuki voltál. Gyere, mert azban, hogy a horgászat folytatódik, azért kapcsoltam be neked amúgy ezt a jóképű légkondit, hogy ne rohadjál meg. Az a helyzet is rajta. Nincs más hátra, mint előre. Mindenféleképpen folytatnod kell a horgászatot. Oh, yeah. Nézzétek, hogy lángol a haja, megíg a feje. Szén még a fejed is. Jaj, kis szoftvered, az most nem tudja, hogy mi van. Azt tudja. Tudja. Gyere, mert már minden ott vár lent téged, de megkapod a kávét. Oh, ott a kis kávét, kapod, igen, a kávét. Beplőzödheted, öntheted. Horkodba öntheted István. Megélőztük, megpecáztuk. Az amúrt kifogtuk. Azt a hideg indítást. Jó ráreffentettél azért a dízel rám. Hát ilyen horgászat van akkor. Itt vele eljön onnan. Kikönyököl a hajtókar a blokk szélén. Már nincs hideg. Mennyire illikint keresztbe dolgok. Minden irányba tetszik. Akkor bebúrnám oda, ahol már jött a... Burjam men. Ő a griszta helyett, ami most jött Csalinak. Mondjuk el, hogy ő a lótetű nevezetű kreálmány. Hát egy közepesen okos állat. Tulajdonképpen most így a lótető ebben a formában nem gondol semmire. Úgy nem gondol semmire, hogy közben fogod egy fogóval. Pedig olyan kómá az ösztönlényeknek is beugrik valami. De neki semmi. Olyan együgyű, mint a szemét. Ott járt a körbe a lótető? Azt a kis helyet ott alakította ki a kis garzon lakását? Benne kérem a lótető tojás. Most kiírhatnánk marketplace-re, hogy olcsón van lótető tojás eladó, nem? Mert hogy sok is van belőle. Mire jó a lótető ezen kívül, Bencu? Azt tudom, hogy nem nagyon rá ne kapjon a makra. Ne lógasd azért olyan mélyre. Hopp! Gyönyörű. Pista fogja leszedni, mert ő a leszedő. Wunderkleine vörös szárnyú. Nincs nagyon benne, hogy ki leszedni. Kedves mangókák, így zárul ez az epizód. Visszatérünk horgászni is, meg tataványára is. Aztán nézzétek a következő epizódokat. Szevasztok!